Augusztus 5-én kezdték el a felkészülést a Mátészalkai hölgyek, mégpedig napi két edzéssel. Két hét után napi egyre csökkent ez a szám, szeptembertől pedig heti 3 tréninget vezényel majd a csapatnak Drabik Péter. Az elmúlt szezon gólkirálya, Drabik Panna is kipihenten vághatott bele a munkába. Egy hosszú pihenőt kaptunk, viszonylag másfél hónap volt. Az utolsó egy-két hétben már kaptunk egyéni edzéstervet, ami futásokból és egy kisebb erősítésekből áll. Az edzést hosszú távú futásokkal kezdtünk, majd utána rövidebb távokat futottunk, és utána a termi edzések következtek. Úgy érzem, hogy egyre jobban összeszokott a csapat, mert sok új csapattársunk lett régi új, idézőjelbe, de úgy érzem, hogy napról napra, edzésről edzésre egyre jobban összeáll a csapat, és újult erővel megyünk neki a előttünk álló szezonnak. Az edzéseken kívül nagyon sok csapatépítő vettünk részt, ahol egyénenként megismertük a másikat is jobban, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is jobban megismertük egymást, és úgy gondolom, hogy ez a pályán is elő fog jönni. A játékos keret alaposan átalakult, gyakorlatilag minden poszton akadtak távozók, a helyükre érkezőkkel így szinte új csapatot kell építenie Drabik Péternek. Sajnos eddig csak egy edzőmérkőzést tudtunk játszani, hajdunánás. Házon belül oldjuk meg, az IFI a nagy ellen játszik edzőmeccseket. Hát most ez jutott, azzal főzünk, ami van. Sajnos nehéz ellenfelet találni, ugye a megyében is több csapat megszűnt. Hogy mivel lennénk elégedett? Ha nem sérülne meg senki, úgy tudnánk lejátszani a szezont, ez lenne a legfontosabb számomra. Akik megsérültek, tudjanak visszaépülni, ez a másik legfontosabb. A harmadik pedig, hogy azért lesz felsőház, alsóház. Hát nagyon nehéz lesz a felsőházba bekerülnünk szerintem. Megpróbáljuk, ez a cél. Meglátjuk. A Szalkaiak legeredményesebb játékosa szeretné megcélozni a dobogós helyek valamelyikét a 12 fordulós alapszakaszban. Mindenképpen szeretnénk a dobogó elején végezni. Ez remélem sikerülni is fog, és mondhatom a csapattársaim nevében is, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez így is legyen. Személy szerint én védekezésbe sokat szeretnék fejlődni, mert szerintem vannak hiányosságaim, de azon leszek, hogy ez a szezon közben és ez a végére is javuljon. A Mátészalkai MTK mellett a Kazincbarcika, a Debrecen U21, a Füzesabony, a Hajdúböszörmény, a Kálósemjén és a Balmazújváros alkotja a D-csoport mezőnyét. Az alapszakasz követően az első négy helyezett a C-csoport legjobb négy csapatával alkotja majd a felsőházat a rájátszásban. A három vonal alatti együttes pedig csatlakozik a C-csoport második négyeséhez. A Mátészalka szeptember 15-én Hajdúböszörményben kezdi a bajnokságot.